Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Írószövetség nevében. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek ebben a szeles időben. A Magyar Írószövetség 1956-os programjai sorában ez egy nagyon fontos állomás. Engedjék meg, hogy nagyon röviden beszámoljak a programsorozatunkról. Túl vagyunk egy sikeres szavalóversenyen, egy sikeres versszínházi premiéren. Meghirdettük a fiatal generációknak irodalmi, képzőművészeti és zenei pályázatunkat, és most október 23-ához közeledve ez a kültéri kiállítás kerül megrendezésre. Az egész évadunkat, amely jövő tavaszig fog tartani, számos programmal, kiadványjal, meglepetéssel, az 1956-os Emlékbizottság támogatja. Nagy örömünkre szolgált, amikor kiemelték a Magyar Írószövetséget a programsorozatok körében, hiszen mindenki tudja és mindenki felfogta, hogy az 1956-os forradalom a magyar írók és a Magyar Írószövetség nélkül nem úgy alakult volna, ahogyan alakult, hogy a magyar írók a forradalom szellemi előkészítésében aktív szerepet játszottak. Ez a székház, ez a kultikus székház itt a Bajza utcában egyik műhelye volt, találkozó helye a forradalmi eseményeknek, és még december 28-án is megjelentették Tamási Áron gondolataival a Gond és Hitvallás című röpiratot, amely kiállt a forradalom tisztaságáért, szellemiségért, eszmeiségért. Külön köszöntöm körünkben is, örülök, hogy itt van Tóbiás Áron, aki, mint tudjuk, a kis íróper egyik áldozata volt, és életét kockáztatva nagyon fontos szerepet játszott az itteni eseményekben. Köszöntöm a sajtó képviselőit, örülök, hogy ilyen szép számmal megjelentek. Az Írók a forradalomban című kültéri kiállításunkat, amely emlékeim szerint nem volt még ilyen itt a Bajza utcánál, Lezsák Sándor költő, a Magyarországgyűlés alelnöke fogja megnyitni. Utána felkérem Benkő Andrea muzeológust, akivel közösen állítottuk össze ezt a szép kiállítást, hogy mutassa be részletesebben a koncepciót, és utána hallgassák meg szeretettel Buda Ferenc egyik versét, egy olyan versét, amelyért börtönt kapott 1957-ben, és Buda Ferenc szintén látható ezen a kiállításon. Tisztelettel felkérem Lezsák Sándort, hogy nyissa meg a kiállítást. Kedves barátaim! Tulajdonképpen csak annyit kellene mondanom, hogy megnyitom. Ugyanis Szentmártoni János költőbarátom minden lényeges elmondott fejből, amit én most fel akarok olvasni. De mégiscsak ebből egy-két dolgot, amit éjszaka jegyzeteltem magamnak. Egyrészt azt a gondolatot, hogy az én tudatomban, és vagyunk itt néhányan nemzedéktársak, és a hosszabb ideje fiatalok tudatában, akik tizenévesek voltak 1956-ban, ez a székház, ez a Bajza utcai székház, ez egy történelmi emlékhely. Egy olyan hely, aminek a lényege itt a táblán ott van, érdemes majd rápillantani, elolvasni. Valóban egy olyan épület, amelyik a magyar szellemi örökséget oly módon folytatta, ami az írástudók szent kötelessége. Szent kötelessége az, hogy nehéz vagy küzdelmes időszakban adjanak életükkel, gondolataikkal, cselekvésükkel példát mindazoknak, akiket szolgálnak. Valóban az 56-os forradalmi szabadságharc történetét nem lehet hitelesen és mértéktartóan bemutatni, elemezni a Magyar Írók Szövetségének korabeli tevékenysége nélkül. A magyar írók 56-ban történelmi küldetést teljesítettek.
Ezt tették az elmúlt évszázadokban, Zrínyi Miklósék, ezt tették Mikes Kelemen hűségével, második Rákóczi Ferenc fejedelem számüzetésben, egy ilyen kiállás volt Petőfi Arany Jókai példázatos élete, és ezt a történelmi örökséget folytatta a magyar írók színejava 56-ban. De mindig voltak bértolnokok is, és mindig voltak gyávák is. Ők bélyegezték meg Rákóczit, vagy Kossuth Lajost, hataloméhes lázadónak, vagy ők vállalták a szovjet testvérpártjuk kulturális céljainak erőszakos, gátlástalan hazai megvalósítását. Vagy éppen ők nem szavazták meg, vagy hátráltak, kihátráltak. Akkor, amikor november 12-én az Írószövetség egy rendkívül példamutató kiáltványt fogalmazott el, vagy ők voltak, akik nem támogatták Tamási Áron által megfogalmazott Gond és hitvallás című nyilatkozatot, vagy éppen ők azok, akik ráakasztották a forradalom és szabadságharc nemzeti hőseire a náci vagy a fasiszta csőcselék minősítést. 57. január 17-én a belügyminisztérium rendeletben oszlatta fel a Magyar Írók Szövetségét, többek között azzal az indoklással, hogy az írók nyíltan szembehelyezkedtek a konszolidációs törekvésekkel. Nekünk, vagy a még fiatalabb nemzedéknek meg kellett küzdeni azzal, hogy milyen épületben vagyunk. Szinte a 70-es években egy történelmi puzzle játéknak fogható föl, hogy hogyan rakosgattuk össze csöndes beszélgetésekből, hogy rakosgattuk össze szamizdatból ilyen-olyan megtalált, vagy éppen kézről kézre adott írásokból, hogyan gyűjtögettük az 56-os újságokat, hogyan próbáltuk azt az időszakot magunkban föltérképezni. Jó magam az itt jelenlévő Márton Gyöngyivel és Elek Istvánnal 1982-ben egy sorozatot indítottunk el itt a székházban, az Írószövetség története címmel. Éppen azért tudjuk azt, hogy hol vagyunk. 1945-tel indítottam ezt a beszélgetés sorozatot, és hát én tudtam azt, hogy el fogok jutni előbb 56-ig, előbb-utóbb 56-ig. Sokan nem gondoltak erre, hogy 45 után 46 jön, aztán 47, 48, és így haladunk majd. És jól emlékszem Karinthy Ferencre, amikor eljött az első összejövetelre, már nem tudott leülni ott a nagy teremben, és a slusszkulcsát pörgetve lefeküdt ott a szőnyeg szélére, és onnan hallgatta a megszólalókat, akiket megszólaltattunk, beszéljenek a 45-ös alapításról, 46-ról, 47-ről, saját élményeikből próbáljuk fölvázolni szinte ilyen akvarell módjára az Írószövetségnek belső életét, történetét, történéseit. És a következő alkalomra Karinthy Ferenc elhozta a fiát, és azt mondta, elhoztam a fiamat, mert meghívtál, és akarod, hogy szóljak, én a szemébe akarok nézni, és úgy fogom elmondani, hogy hogy éltem meg 56-ot, az októbert, és a forradalmat, mondta Karinthy Ferenc. 1982 végén vagyunk. És a harmadik összejövetelre bizony igen csillagos népsor szólalt meg, és ez a népsor Vészi Endre és Tamási Lajos és Molnár Zoltán, Kucka Péter, Bárány Tamás, és folytathatnám tovább a sort, egészen Fekete Gyuláig, megrendítő vallomások voltak ezek. Magnetofon szallag megőrizte, legépeltettük, és most október 29-én parlament felsőházi termében lesz egy nagy összejövetel a Magyar Írók Szövetsége
és az országgyűlés, valamint a lakiteleti népfőiskola szervezésében, és ott fogjuk a vendégeknek bemutatni, illetve megkapja minden jelenlévő ezt a könyvet, amit az antológia kiadóban állítunk össze. Igen, akartuk tudni, hogy hol vagyunk, milyen épületben, és akkor erősödött bennem, igen, ez történelmi emlékhely. Olyan emlékhely, amely íme a 60. évforduló alkalmával Tóbiás Áron jelenlétében, akivel készítettem egy magnetofon interjút, ma is büszke vagyok rá, és büszke lehet ő is, mert nyíltan, egyenesen beszélt, és nagyon bízom abban, hogy azt is majd meg tudjuk jeleníteni, hiszen az időtájt gyűjtöttem magam is megszólalásokat, és hát rendkívül izgalmas volt Erdei Sándortól kezdve egészen Horváth Mártonig, akik vallottak arról az időszakról, és bizony, ha történészek ezt majd elemzik, átgondolják, talán hozzájárul, hogy még tisztább képet kapjunk arról, mi történt itt velünk, bennünk, körülöttünk, a Bajza utcai székházban. Most pedig, amikor egy ilyen kiállítás, egy ilyen sajátos kiállítás jelenik meg a kerítésen, és ebben a zúgó forgatagban, a dudálásban és a járókelők odakapják a szemüket, és meglátnak egy-egy képet, van, akinek iskolás emléke hirtelen föltűnik, és fölismeri, hogy ja, hát ez Tamási Áron, tudom, vagy nézi ki az a fiatal ember, én se ismertem meg Buda Ferencet, valóban egy szokatlan kép, de éjszaka mindenkihez írtam egy mondatot, hogy egy szempillantásom legalább legyen a kiállított képekre. Ez egy önkényesen kérvankodott mondat, ami hirtelen eszembe jutott éjjel kettő körül. Dévi Tibor, aki 56. júniusában a Petőfi köré sajtóvitában a pártvezetést bírálja, és meghatározó vezéregyénisége lesz a kibontakozó nemzeti ellenállásnak. Tamási Áron, ő fogalmazta meg a december 28-án az Írószövetség közgyűlésén felolvasott és elfogadott Gond és hitvallás című nyilatkozatot. Veres Péter, 1956-ban az Írószövetség elnöke, október 23-án ez a kép maradt meg bennem élesen, a BEM téren ő olvasta fel az írók kiáltványát. Szinte csodának tartom, hogy egyáltalán ez a kép megmaradt, elkészült és megmaradt. Háj Gyula, hányszor hallgattam vissza kazettán, 56. november 4-én reggel, a szovjet megszállás óráiban, ő olvasta be a Kossuth rádióban több nyelven a segélykérést, segítségkérést, és segítsetek, segítsetek, segítsetek. Németh László, 56. november 2-a irodalmi újság, az emelkedő nemzet, ez a kifejezés, hogy emelkedő nemzet hányszor frissíti föl emlékezetünket és késztet cselekvésére. I.S. Gyula, 56. november 2. irodalmi újság, egy mondat a zsarnokságról. Itt ebben a házban hangzott el talán először egy szűkebb belső nyilvánosság előtt I.S. Gyula elmondásában a egy mondat a zsarnokságról című verse. Emlékszem, Magosi Gyula, az író barátunk, odajött, szünet volt, odajött, te azt mondja, futottam egy kört, itt a épület körül, nehogy elveszítsem józan eszemet, nehogy fegyelmezetlen legyek. Tudom, most nagyon nagy önuralom kell, nagyon nagy fegyelem kell. Mondtam is neki, emlékszik is rá, igen, a napi imánkban ott van, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de az is ott van, hogy, és akkor mondta Magosi Gyula, de szabadíts meg a gonosztól. És akkor oda néztünk Berecz Jánosra. A harmadik alkalommal itt volt Berecz János is, le is tiltották a következő, már 57 után nem tudtunk tovább haladni. Az Elk Zoltán, a fogadalom lelkes híve, a népszerűsége volt igazán szervező erő. Az ő jelenléte, neve, az szinte egy motor volt sok helyzetben. Hát Fekete Gyula pedig 56-ban az Írószövetség prózai szakosztályának volt a titkára, és 87-ben a lakiteleki találkozónak volt a moderátora, és tulajdonképpen egyik szervezője.
Lakosztos István, 55-ben a Petőfi kör vezetőségi tagja, és Tóbiás Ágon, a forradalom lebegése után november közepén megszervezte az írószövetség, de meg is kellett szervezni azt a jóváhagyást, hogy Bibó István tervezetét Varga Domokossal együtt a Központi Munkástanács elé terjessze. Gérec Attila, 55-ben 15 év fegyház, Máci börtön, Füveskert, irodalmi kör a börtönben, és akkor jól esik megemlíteni Kárpáti Kamil, Bérgi Gézát, Tóth Bálintot, Tollas Tibort, Márkus Lászlót, és eszembe jut Tóth Bálint, amikor a 70-es évek elején Mi nálunk vannak fenyvesek címmel az egyetemi színpadon Tompa László estje volt, és akkor az a megtiszteltetésért, hogy Szíjvezsővel Németh László mellett ülhettem, és akkor mutatták, Rezső bácsi, ott van Tóth Bálint, a költő, akinek akkor jelent meg verse a kortársban, és egy kicsit 56 jelent meg az ő személyében. Páskendi Géza, tisztelettel köszöntöm a családját, itt lévő családot, 57-ben letartóztatták, 6 év, börtön, kegyetlen időszak után találtam el hozzá, mert valóban a könyvkiadásban és egyáltalán egy sajátos kapcsolat alakult ki Páskendi Gézának lakitelekkel. És hát Buda Ferenc, akit 3 verse miatt 57-ben börtönbe csuktak, és 85-ben kerestem én meg, ugyancsak azzal a szándékkal, hogy beszéltetem 56-ról, és Csönd, ének, csönd címmel egy könyvet jelentettünk meg 85-ben a Buda Ferenc 50. születés napjára, és ebben Széchy Margitka írta az előszót, és jó magam leírtam a Tündöklő hallgatás kis eszében az ő megpróbáltatásait. Isten éltesse Buda Ferencet, aki most a napokban lesz majd 80 esztendős. Tehát Isten éltesse a magyar írókat, azokat, akik eljöttek. Az irodalom színe java ma is kötődik az Írószövetség Bajza utcai székházához. És hogy ne csak tudatunkban legyen ez történelmi emlékhely, ezért Szent Márton János költőbarátunk elnök úrnak a levelével, valamint Elsimon László képviselőtársammal együtt kérjük a Magyar Országgyűlést, hogy nyilvánítsa hivatalosan is történelmi emlékhelyé az Írószövetség Bajza utcai székházát. Köszönöm a figyelmeteket. És felkérem Benkő Andrea, a muzeológus barátomat, hogy mutassa be a kiállítást. Párhuzamos dolgokat fogok mondani alelnök úrral és Jánossal. De megpróbálom röviden összefoglalni, hogy milyen szempontok vezettek a szövegválogatáskor, mert természetesen mi most itt nem egy teljes képet adunk, hanem egy válogatást. Kiállításunk a 13 emlékeztető tábla keresztmetszetet ad az írók szerepéről az 56-os forradalomban. Nem csak a személyekről szól, hanem az attitűdről, az író és közösség viszonyáról és a tényleges aktív cselekedetekről, valamint megjeleníti 56 irodalmának műfaji sokszínűségét a hagyományos költőiségtől a felhívásig, a naplótól a nyilatkozatig, állásfoglalásig, riportig. Miért itt, miért ők? És miért ezek a szövegek tűnnek föl ezeken a táblákon? A Magyar Írók Szövetségének létrehozása szovjet mintára történt azért, hogy a hatalom a diktatúrához hű értelmiséget képezzen, jutalmazással és megfélemlítéssel. És épp ez a saját maga által épített képződmény omlott rá, és lett egyik legfőbb bírálója és a forradalom támogatója. A Bajza utcai székházat a forradalom egyik központjának tekinthetjük, mint ahogy ez itt el is hangzott, vagyis emlékezethelynek. Itt születtek a felhívások, a nyilatkozatok, így gyűltek össze az írók minden nap, és fogalmazták meg szolidaritásukat származásra, előéletre való tekintet nélkül, hisz voltak köztük, akik a diktatúra jutalmazottjainak, és voltak, akik megfélemlítettjeinek számítottak. És itt szeretném hozzátenni, hogy itt a Bajza utcában van egy másik emlékhely, és azért nagyon fontos emlékhely, mert 1000
az 1956-os forradalom jelképeiben az 1848-as forradalmat követte. És itt a Bajza utcában 1956-ban még itt voltak Petőfi Sándor relikviái, abban a Petőfi házban, amelyet 1909-ben nyitottak meg. Nincs olyan nagyon messze. És miért éppen ők? Az itt felsorakoztatott írók mindegyike szóval vagy cselekedettel aktív résztvevője volt a forradalomnak, és nagy részüket súlyos retorziók érték a szabadságharc leverése után. Börtön, eltiltás, párthatározatban való elítélés volt a büntetésük. De megemlékezünk Gérec Attiláról is, aki nem tartozott a hivatalos írók közé, és aki életét vesztette a harcok során, valamint Páskándi Gézáról, akit kolozsvári egyetemistaként ítéltek el a forradalom melletti kiállásáért és a Duna-deltában töltött kényszermunkában éveket. A szövegek műfaji sokféleségükben átfogó képet kívánnak nyújtani arról, hogy mikor éppen viszonyultak az írók a forradalomhoz, de egyúttal az idézetek segítségével megelevenednek a legfontosabb események, emblematikus történések. Németh László a nemzet és író viszonyát taglalja rövid esszéjében, Lakatos István riportszerűen írja le a Sztálin szobor ledöntését. Buda Ferenctől egyik versét idézzük, amelyet börtönbüntetés járt, Páskándi Géza verse a börtönbe íródott Nagy Imréjé kivégzésekor. Fekete Gyula későbbi visszaemlékezése az áldozatok hozzátartozói számára való pénzgyűjtés történetét beszéli el. Déri Tibor a forradalom tisztaságának megőrzését hangsúlyozza, Zerg Zoltán túlfűtött szavai az ifjúsághoz szólnak, I.S. Gyula visszafogott elkötelezettséggel a magyar néphez való tartozás örömét fedezi föl a katartikus pillanatban. Veres Péter rádiónyilatkozatának részlete a rendőrök és katonák átállásáról szól a fölkerés mellé. Hágy Gyula a drámai hangú Segítsetek című nyilatkozat rádióbeli felolvasásával töltött be felejthetetlen szerepet. Tóbiás Áron a kisíró per vádlottja volt, a társadalmi szolidaritásról és a félelemről emlékezik, amely a diktatúrát működtetőkben nagyobb volt, mint az áldozatokban, vagyis visszájára fordult. Külön szó illeti Tamási Áron, aki mindvégig aktív részese volt a nyilatkozatok, állásfoglalások megfogalmazásának. A kerítésen Magyar Fohász című írásából idézünk. Gond és hitvallás, itt már elhangzott több utalásra, az általa megfogalmazott decemberi írószövetségi nyilatkozat címe, és mint egy összefoglalása az írók és az írószövetség küldetésének a forradalomban. A végén felsoroltatnak a nevek, összesen 8, akik nem fogadták el a nyilatkozatot, összesen 8-an voltak, és 5-en tartózkodtak, 250-en fogadták el és írták alá. És ebből idézek. Magyar gondjainkat röviden elmondottuk, és véleményünkről hitvallást teszünk. Írói munkák igényi lesznek szavaink, gondunk örökös az időben, véleményünk pedig az közírás betűibe és irodalmi művekbe költözik. Gond, baj, nehézség és hittel való morális helytállás, súlyos örökség az emlékező számára, korra, származásra, előéletre való tekintet nélkül. Mert hogy, szintén Tamási Áron, itt állunk az októberi szabadságharc véres halmain, melyet egy nép remények ostromol. Köszönöm szépen Benkő Andrea bemutatását, és most végezetül hallgassák meg Lázár Balázs színművésztől Buda Ferenc versét. Buda Ferenc, rend. Hazánk zúzott szívén a vér, hűlő patakban omlik, alvad. Rőt csillagos, komor, kövér tankok teremtenek nyugalmat. Törik a csend, szilánkja pattan, füstölve száll a pillanatban. Húsunk emésztő gyilkos hordák minden erőnket megrabolták. Kezünkben fegyver, s jó remény, csak halottaink ült szemén. Minket meggyaláztak, megöltek, hernyó talpak halomra törtek,
Töltött ágyúcsövekkel vártak, tízszeres vasgyűrűbe zártak, bombáztak, lőttek, aprítottak, fegyvert letenni szólítottak, hazug szavakkal fenyegetve, hivatkozván békére, rendre. De nekünk nem kell semmi rend, ha tűz s terror teremti meg. Minékünk nem kell jó barátság, ha ágyúszóval magyarázzák. Minket nem győz meg érv sem eszme, bombázva és szurony szegezve. A véres, megfeszített béke lenéz a fegyverek csövére. Hazánk zúzott szívén a vér, görcsös, sajgó csomókba alvad. Rőt csillagos, komor, kövér tankok teremtenek nyugalmat. Az Írók a forradalomban című kiállításunk megnyitása ezennel véget ért. Szeretettel invitálok mindenkit a klubterembe egy szerény kocintásra és egy némileg melegebb légkörbe, hogy kötetlenül folytathassuk ezt a mai ünnepséget. Köszönöm szépen! Teljesen. Olyan, hogy az